Ha egy fiatal lány zenei menedzser szeretne lenni, abban nincsen semmi meglepő. Talán már abban sem, ha ez a lány történetesen hallássérült. A 20 éves Jennifer 3 éves korától kezdve hallókészüléket hordott, tavaly óta pedig egy súlyos műtétet követően implantátum segítségével hall, és nagyon eltökélt a jövőjét tekintve, ezért elkísértük egy profi stúdióba, hogy megismerkedhessen a zenei producerek világával. Milyen munkálatok vannak ebben a teremben? Itt készül maga a felvétel, tehát általában a dob és egybejátszós felvételeknél zongora van ebbe a helységbe. De ez egy elég nagy terem, itt mennyien férnek el egyszerre, mondjuk tényleg, hogy egy 8 tagú zenekar is akár ide be tudjon jönni, hogyha egyszerre veszik fel? Itt volt már 24 fős nagyobb kamarazenekaros egybejátszás is. Mennyi ideig tart ez a kamara felvétel, és később a CD kiadása is? Egy nagy lemez esetén mondjuk egy ilyen 3-4 órás beállás után, amikor már úgy mindenki hall mindent és minden szól, tehát mondjuk egy ilyen két-három napos felvétel, és akkor adott esetben az éneket még utána rögzítjük, és utána kezdődik az utómunka. Fárasztó zenei produceri munkának ebben a teremben milyen része zajlik? Gyakorlatilag a zenei rész felvétele után már átköltözik az anyag ide, az összes editálás, hogyha szükséges bármilyen processzálás, az már itt történik. Milyen zenekarok voltak itt, akik zenéltek? Hát legutóbb éppen a Blaha Luziana rögzítette itt a legújabb, most éppen megjelenő lemezét, de hát nyilván az elmúlt 7 év alatt nagyjából mindenki megfordult. Stílustól függetlenül mondjuk járt itt a Tankcsapda, Paddy and the Rats, Road zenekar, Depresszió, Ivan and the Parasol, most hirtelen ennyit sorolnék fel, de nyilván nagyon sokan. A stúdió után egy kedves ismerőshöz megyünk, útközben pedig van alkalmam kikérdezni a példaértékű kitartással bíró Jennyt élete sorsfordító pontjairól. Neves előadókról volt itt most szó, mint az Ivan and the Parasol vagy a Road, most pedig Tóth Gabihoz megyünk. Vele hogyan ismerkedtél meg? 5-2 éve ismertem meg, Szombathelyen volt a Jós Karolán egy ilyen fesztiválon egy fellépése, és igazándiból ott találkoztunk. Akkor, amikor találkoztunk, akkor nagyon mély ponton voltam, mert kiutáltak az osztályból, kikodosították, nem csak lelkileg, de fizikailag is bántalmaztak, és ez nagyon-nagyon a mélyre vitt. És erről nagyon-nagyon nehéz egyébként beszélni. És hát amikor a Gabival találkoztam, akkor azt éreztem, hogy végre van, aki fogja a kezem. És igazándiból ez megmagyarázhatatlan kapcsolat, ami közöttünk van. Úgyhogy örülök, hogy ez még mindig fennáll. Egy óbudai kávézó csendesebb sarkába ülünk. Itt nem zavarják Jenny hallását a különböző, füllel talán alig észlelhető zajok. Így könnyen tudunk beszélgetni, miután Gabi is megérkezik közénk. Mikor találkoztatok legutóbb, és hát mi lesz most ezen a héten, hogy nagyjából? Mikor is találkoztunk? Most nem rég egyébként. Most nem rég. A 20. koncerten. Igen. Ugye? Igen, ott. A Falk Ádám téren volt egy nagy koncertem az állami ünnepségen, és ott találkoztam a Jennyvel. És illetve holnap fogunk találkozni. Egy koncertet fogunk holnap rögzíteni, és akkor a Jennyt meghívtam, hogy jöjjön el. A Jenny jön a koncertjeimre, és ha kérdése van, vagy például amikor mielőtt meg átesett ezen a műtéten is rám írt, és mielőtt bevitték. Tehát hogy azért azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, hogy én nagyon örülök, hogyha tudok erőt adni, vagy hogyha tudok segíteni, hogyha motiválni tudok fiatalokat abban, amit próbálnak elérni az életükbe, vagy akár egy ilyen helyzet előtt állnak. Tehát azt gondolom, hogy ezekért a pillanatokért érdemes csinálni ezt a szakmát. Engem egyébként nagyon-nagyon sok mindenre motivált a Gabi. Tehát, hogy műtét előtt is ráírtam, hogy figyelj, nagyon félek, úristen, mi lesz, mi fog történni velem. Másnap műtenek, és úristen, mi lesz. És igazándiból kaptam tőle egy ilyen jó hosszú levelet, amivel ír, hogy minden rendben lesz, nyugodj, mert csodálatos vagy, minden szépet és jót. És ez nekem nagyon jól esett. Hatalmas erőt adott ez, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki. És igaza is lett. Nem de? Tavalyi műtétje miatt Jenny most tudja befejezni az érettségét, így megnyílik előtte az út, hogy jövőre, megküzdve az álmaiért, könnyű zenei menedzser képzésben vehessen részt.